A szövetség Kassa megyei parlamenti képviselőjelöltjei Kassa belvárosában tartott sajtótájékoztatón ismertették a párt célkitűzéseit. Azok a fejlődések, amik az ország egyéb részeiben, szegleteiben megvalósulnak, hogy ez a fejlődés itt, ezen a vidéken is megtörténjen. Sajnos nem ennek vagyunk a tanúi, láthatjuk azt, hogy amikor az autópályák hálózatról, vagy a gyorsforgalmi utak hálózatáról beszélünk, az ország déli és keleti része sajnos rendre háttérbe szorul. Forró Krisztián pártelnök azt hangsúlyozta, hogy a magyar politikai pártok mindig stabilitást jelentettek a kormányon belül, a szövetségpárt ezt szeretné folytatni, és hozzátette, hogy a magyar hátterű pártok közül csak nekik van esélyük erre. Nagyon sok lehetőség is van ebben a régióban, éppen ezért mi azon fogunk dolgozni, hogy elsősorban az úthálózatot segítsük, támogassuk. A munkahelyteremtés nagyon fontos szempont itt ebben a régióban, és ugyanúgy tudnám folytatni például a kórházi ellátással, hiszen tudjuk jól, hogy Királyhelmecen milyen veszélyben van a kórház, hogy aki szülni szeretne Királyhelmec környékén, annak a tökéletelevesi járásban, annak nem egyszer 100 kilométert is kell utazni a legközelebbi szülészetre, tehát rengeteg probléma van, amit meg kell oldani, és a szövetség ezen fog dolgozni. Azt látjuk, hogy a szlovák pártok ezzel a régióval nem foglalkoznak, elfelejtett a része az országnak, és mi ezen fogunk változtatni. Éppen ezért fontos az, hogy a szövetség bent legyen a parlamentben szeptember 30-a után. Jelen pillanatban az egyetlen olyan magyar párt, amelyiknek esélye van bekerülni a parlamentbe, az pont a szövetség, és éppen ezért mindent meg fogunk tenni, hogy ismét legyen magyar érdekképviselet a parlamentben, legyen ki foglalkozon a magyarok kérdéseivel, és legyen ki foglalkozon azokkal a városokkal, falvakkal, ahol magyarok élnek. Ez nem csak a magyaroknak lesz jó, hanem minden nemzetiségnek, szlováknak, románnak, ruszinak, és így tovább tudnám folytatni, akik velünk együtt élnek. Az ungi bodrogközi választók nevében Furik Csaba a beruházások és az infrastruktúra hiányát, a hátrányos megkülönböztetést, az egészségügy leépítését hangsúlyozta. Az első a legfontosabb, hogy a leszakadó régiókban, amiben mi is élünk, munkahelyek teremtődjenek. Ehhez teljesen más hozzáállás kell az államtól, a kormánytól, tehát sok mindenkitől, mert semmi vízió, semmilyen tervek nem születnek az, hogy mit akarnak csinálni például a bodrog közzel vagy az ungvidékkel. Tehát azt gondolom, hogy a munkahelyekre van szükségünk. Ami fölháborító, hogy állami pénzből van egy ügynökség, ugye a Szári ügynökség, itt is elmondtam, azt hiszem 20 éve létezik, egyetlen egy munkahelyet nem hozott. Sok kérdés sem lenne hozzájuk, hogy miért nem tudtak egyetlen egy munkahelyet teremteni. Valószínűleg tudnának választ adni, mert profik annyira, de a válaszban benne van az, hogyha valami hiányzik, ami miatt odajön a munkahely, akkor azt viszont állami szinten, az államnak kell, a mindenkori kormánynak kell elhárítani, illetve ha nem hárítja el, akkor azt jelenti, hogy nem törődik a régióval. Ezt meg már 30 éve tapasztaljuk. Ebben az országban nagyon sok olyan rendelet van, vagy törvény, amelyiket megalkottak demokratikusan, de mégis, amikor az ember x év után megkapargatja, és a szövetség kapargatja, hogy olyan diszkriminatív jellegű rendelkezések vannak, amelyek a hátrányos régiókat, mint a miénk, még hátrányosabb helyzetbe hozzák. Ilyen például a falvak támogatása azért, mert nem vagyunk 300 méter tengerszint feletti magasságon. Ez a telebesi járásban évente több millió euró. Tehát ez nem csak magyar falukat érint, hanem összes szlovák falut is érinti, és ez évente több millió euróra rúg ez az összeg, amit nem kapunk meg. A másik pedig, hogy visszatérnék az egészségügyre, hogy a Királyhelmeci Kórház például, de ez mindenféle kórházi ellátással, vagy egyéb ilyen támogatásoknál megnyilvánul, hogy egy Királyhelmeci szülés kevesebbet ér, tehát a biztosítók kevesebbet fizetnek érte, mint Kassán, Nagy Mihályban, vagy éppen Pozsonyban. Tehát ezeket a különbségeket nem szabad, nem lehet megengedni, ezeket a különbségeket fel kell számolni, mert azt látjuk, hogy egy olyan lefelé menő spirálba kerülünk, amit később még nehezebb lesz megállítani. Gergely pap Adrianna szerint a turizmusban sok tartalék van még, és kitörési pontot jelenthet a régió számára, hisz minden feltétel adott lenne, de az állam nem nyújt segítőkezet. Fő üzenete a kis települések felkarolása volt. Elsősorban a kisközségek támogatása, prioritással kell kezelni pozitív diszkriminációval a kisközségeket, ugyanis Szlovákia elrendeződése nagyon vidékies, sok kis település található itt, és nagyon el vannak hanyagolva a
lehetetlenség szélén állnak per pillanat a energiaárak miatt, de egyébként is segíteni kell őket abban, hogy az EU-s forrásokat hatékonyabban ki tudják használni. Jelenleg képtelenek pályázatokat beadni, mivel nincs forrás arra, hogy projektdokumentációt dolgozzanak ki. Ezt az egészet radikálisan meg kell változtatni, ugyanis azt nem lehet elvárni egy kisközségtől, hogy először investáljon 10-20 ezer eurót egy projektdokumentációba, és majd aztán esetleg nyer az a pályázat, vagy nem, sőt, nyertes pályázatokat nincs, aki aláírjon. Ezt radikálisan meg kell változtatni, csak így tud a vidék fejlődni. Pandi Péter, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke rámutatott a megyei választások sikerére, ami az összefogás eredménye volt. El vagyunk hanyagolva, évtizedek óta várjuk a változást, de az nem jött el. Senki nem törődik velünk, vagy a saját kezünkbe vesszük a sorsunkat, vagy ismét elveszítünk jó néhány évet. Itt az idő, hogy változtassunk ezen, hangoztatta az országos tanács elnöke. Mária Ivanyecká kassai képviselőjelölt a nagyarányú elvándorlás problémáját emelte ki. Rámutatott, hogy a diákok 20%-a hagyja el Szlovákiát, a kassai régióban ez az arány magasabb, és több mint 50%-uk soha nem tér vissza az országba. A szlovák pártok rendre elfeledkeznek rólunk és a régióinkról. Csak magunkra számíthatunk. Csak a magyarok fogják foglalkozni ezzel a régióval és az emberekkel. Itt az idő, hogy legyen ismét magyar képviselet a parlamentben, jöjjenek el választani szeptember 30-ára, csak magunkra számíthatunk. Csak mi tehetünk ezért a régióinkért, régiónkért és közösségünkért.